Most pedig folytatjuk mesék, természetesen ennél a témánál maradunk. Itt van már velem Nagy Anna, az Egyszülős Központ kuratóriumi elnöke. Nagy szeretettel köszöntelek nálunk. Szervusz, jó napot kívánok! Mondtam is a nézőknek reggel, mikor köszöntöttem őket, hogy érkezel hozzánk, és a mesékhez egy picit komolyabb szemszögből közelítünk, méghozzá abból az élethelyzetből, amikor egy gyermek, vagy nevezzük fiatalnak, mert mondjuk kortól most elvonatkoztatunk, nem hagyományos családmodellben nő mondjuk fel, hanem egy egyszülős modellben, hogy neked azért van számos olyan személyes tapasztalatod, vagy történeted, amikor arról tudsz tanúbizonyságot tenni, hogy a mese, vagy a mesélés hogy segített ilyen helyzetben élő gyerekeknek. A mesék azoknak is nagyon sokat adnak, akiknek nagyon szép, nagyon sima, nagyon gömbölyű a gyerekkoruk, az életük. Minden gyereknek vannak nehézségei, akár otthon, akár az iskolában, kisebbek, nagyobbak. De azok a gyerekek, akiknek bármilyen okból másféle család jutott, akár azért, mert elválnak a szüleik, akár azért, mert meghal az egyik szülőjük, akár azért, mert már mikor megszületnek, úgy találják a családot, hogy az csak egyetlen egy szülőből áll. Vagy azért, mert mondjuk örökbe fogadták őket egyetlen szülőként, és bizony ők megéltek már előtte sok mindent. Szóval sokféle élethelyzet van, ami a gyerek életében egy olyan nehézséget, egy olyan traumát, egy olyan megoldandó, akár bánatot, akár valamilyen krízist jelent, amivel valamit kezdeni kell. És ezekben a helyzetekben a mesének a gyógyító ereje óriási segítséget tud jelenteni. De miért is? Tehát nézzük meg a mesét. Most az előbb itt ültünk, és hallgattuk a Didergő királyt, ami nem népmese, de akár az is lehetne a maga szépségében. Móra Ferenc mesé. Móra Ferenc írta, és hát ő volt elég nagy művész ahhoz, hogy népmesei magasságokban tudott alkotni. Tehát, hogy mi is egy mese? Egy mese egy olyan nehéz történet, hiszen minden mesében van valami, ami nehézség, amivel meg kell küzdeni, egy konfliktus, azok a próbák, amiket ki kell állnia a királyfinak, a legkisebb király kisasszonyért. Olyan krízisek, olyan nehézségek, amiket a gyerek is megtapasztal a maga életében. Nem a sárkánnyal kell megküzdenie, hanem mondjuk egy nehéz élethelyzettel. És a mese azt tanítja neki, hogy megvannak azok a minták, megvannak azok a módok, amivel ki lehet jönni egy nehéz élethelyzetből, hogy minden nehézségnek van megoldása, hogy minden olyan nehézség, amivel megküzd a legkisebb király kisasszony, vagy a legkisebb királyfi, az végül egy csodálatosan szép végkifejlethez fog vezetni. És a gyerek, aki nagyon sokszor meg sem tudja fogalmazni azt, hogy mi az, ami neki nehéz, hiszen néha mi felnőttek sem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az, ami nekünk nehéz, megtalálja azokat a módokat, amiben az, hogy nehézség, az, hogy krízis, az valamilyen képet kaphat. Az egy sárkány, az egy égigérő paszúj, az egy valami, aminek neve lehet, aminek képe lehet. És ezzel a képpel már talán könnyebb neki dolgoznia, és azzal is könnyebb neki dolgoznia, hogy itt olyan sok év százados mintákat tehet a saját, vagy lehet a sajátja, ami segít neki ezekben a megküzdésekben. Tehát a mese részben egy nagyon hosszú hagyományra és sok-sok nemzedékre visszanyúló olyan megoldási minta, ami most a 21. században is tud segíteni a gyerekeknek. Igen, és nagyon fontos ez, hogy most az előbb is beszéltünk róla Tátrai Zsuzsannával is, digitális kor, modern kor, hát sokféle módon beszélhetünk a mai korról, amiben élünk. Hogy tud vajon megmaradni ez a tanító jellege, vagy gyógyító jellege a meséknek, hogyha adott esetben néha megállni nincs időnk? Vagy éppen úgy elmesélni, mondjuk szülőként egy mesét, vagy egy történetet, hogy annak a mondani valója tényleg átmenjen, mert már este, lefekvésnél, altatásnál adott esetben a szülő maga is nagyon fáradt. Vagy ha egyedülálló szülőként küzd az életben. Nagyon fáradt testére, ez így van. Én azért emlékszem olyan estékre, amikor a mesekönyvből mindig igyekeztem először a tartalomjegyzéknél megnézni, hogy melyikek a rövid mesék, mert a 12 oldalas mesének már tudtam, hogy nem lesz lelki erőm nekiállni, vagy legfeljebb úgy, hogy eljutunk valameddig, és akkor másnap majd folytatjuk. Tehát valóban részben van egy ilyen
őrület az életünkben, ahol már az indiánok szokták azt mondani, hogy egy kicsit leülünk és megvárom a lelkemet, mert hogy nagyon-nagyon gyors az, ami történik, tehát hogy néha le kéne ülnünk és megvárni a lelkünket, nem mindig sikerül. Nem. De azért, ha belegondolunk abban, hogy a digitális kor mióta van velünk, évtizedek mondjuk azt, és ugye ezek a mesék mióta vannak velünk, sok száz éve vannak velünk. Tehát, hogy azok a minták, amiket ezek a mesék hoznak, azok a tartalmak, azok az ősrégi és alapvető igazságok, amiket ezek a mesék hordoznak, ezek sokkal régebbiek és sokkal megbízhatóbbak, mint a mi digitális világunk. Tehát, hogy mi lenne, hogyha nem lenne hirtelen internet? Uh-huh. De egy darabig biztos meg lennénk teljesen lőve, és meg lennénk zavarodva, és aztán élnénk tovább az életünket. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az alapvetések, mint amikre a mesék is épülnek, azok sokkal jobban kiállták már az idők próbáját, mint mondjuk az internet, vagy a közösségi média. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy tudjuk mérlegelni, hogy mi az, ami valódi, mi az, ami valóságos. És amit az előbb mondtál, hogy vajon amikor este leül a szülő, és dolgozott 10 órát, 12 órát, utána otthon megpróbált valamennyire rendet rakni a gyerekből, kipréselni a házi feladatot, a fürdést, a fogmosást, és ott vannak ott ül a gyerek ágya mellett, hogy akkor vajon honnan szerez magának még erőt arra, hogy meséljen. Nagyon nehéz néha. Tehát néha tényleg azt érzi az ember, hogy nem bírom, mert most már el kell dőlnöm nekem is. De mégiscsak azok a pillanatok, és lehet, hogy 5 perc, és lehet, hogy 10 perc, amikor ott ülünk a gyerek ágya mellett, és az a 10 perc, az csak rólunk szól, az egy olyan nagyon fontos része a mi kapcsolatunknak, ami lehet, hogy akkor ki se derül, de amikor eltelik 5 év, 10 év, és visszanézünk, nekem most 21 éves a fiam, amikor visszanézek arra, amikor én ültem ott, és néha elaludtam ülve a földön ott az ágya mellett, mert egyszerűen annyira fáradt voltam, de mégiscsak ezek azok, amik az első mondjuk 5 dologban benne vannak, ami eszembe jut, ha visszagondolok a mi közös életünkre az ő gyerekkorából. Tehát, hogy ezek a mi perceink, ezek a mi pillanataink, és hát kinek van a legnagyobb szüksége a szüleire, vagy a szülőire, mint annak a gyereknek, aki mondjuk már elvesztette az egyiket, és tudja azt, hogy az a másik, az nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen vele, és ott maradjon mellette. Téged mire tanítottak a mesék? Tanítottak téged is a mesék? Nagyon sok mindenre. A mai napig nagyon sok dologra emlékszem vissza. Lehet, hogy apróságok a középső gyerekek történetéből, akik mindig olyan láthatatlanok. Velük soha nem történik semmi. Nagyon sok dologra tanított meg abból, hogy amikor nehéz, és pont az előbb beszéltünk arról, hogy milyen az, amikor nem könnyű, és amikor azt mondják mondjuk Erdélyben, hogy hát nem rossz, de nem erre mondjuk azt, hogy jó. Amikor egy ilyen élethelyzetben vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy igenis vannak próbák, amiket ki kell állni, hogy vannak nehézségek, amiket ki kell állni, de hogy a nehézségeket le lehet küzdeni. És hogyha mi magunk nem vagyunk elég erősek, akkor vannak olyan segítségek. Mert jön a parázsevő paripa, és jön a mindenféle olyan segítség, a síp, amivel a halak királya majd segíteni fog, és lehet, hogy most máshogy hívják, de ugyanúgy számíthatunk arra, hogy majd jön az a segítség, amivel, hogyha mi kevesek vagyunk, gyengék vagyunk, akkor majd segítséget kapunk ahhoz, hogy ezeket a próbákat ki tudjuk állni. Hát ha már próba, ugye az egyszülős központban én azt hiszem, hogy ugye minden nap ilyen próbákat álltok ki, vagy állsz ki te magad is? Most már egyébként mióta? Tehát mióta is létezik az egyszülős központ? Az egyszülős központ 4,5 éve létezik, de az alapítvány már 17 éve, ami működteti ezt a központot, úgyhogy sok élethelyzetet látunk, sokféle nehézséget, sokféle olyan próbát, ahol a családok valóban azt élik meg, hogy valahogy keresztül kell verekedniük magukat a nehézségeken, és különösen most, amikor körülnézünk magunk körül a világban, és a mindennapok, és a tényleg az ijesztő dolgok, amik történnek körülöttünk, és hogy hogyan tudjuk megtartani a lelki erőnket, hogyan tudjuk mégiscsak azt közvetíteni a gyerekeink felé, hogy az élet az mégiscsak a legfontosabb, és hogy ezt lehet jól csinálni, és kell is jól csinálni. Hiszen ennek a gyereknek, aki most itt van mellettünk, neki ez az egy gyerekkora van, és nem mondhatjuk neki azt, hogy
hát ezt most nem tudjuk megoldani, de muszáj megoldanunk, mert ez az ő gyerekkora, és erre fog majd épülni az egész élete. És őt is fel kell vérteznünk, ami nekünk van azzal, ami pedig körülöttünk van, mondjuk a mesék, akkor azzal. És a mese az nagyon sok helyen ott van. Tehát úgy pont gondolkodtam idefelé jövet, hogy abban is benne vannak a mesék, amikről nem is gondoljuk, hogy mesék. A kisfiúk, akik a csillagok háborúját annyira szeretik, és azon nőnek fel, ott is ott van a mese. Ott van az, ahogy a gonosz, a sötét erőből, hogy lesz végül egy olyan apa, aki mégiscsak odaáll a fia mellé. És milyen üzenet ez egy olyan kisfiúnak, akivel mondjuk egyáltalán nem törődik az apja, és nagyon sokat látunk ilyet. Tehát, hogy hogyan tudjuk a mese elemet megtalálni a mindennapi életünkben, és megerősíteni azokat a gyerekeket, vagy néha magunkat, akiknek nagyon jól esik ez a megerősítés. Most az egy szülős központ, hogy segít a szülőknek? És itt most azért is kérdezem ezt, mert mondtad az előbb, hogy különösen most nagyon nehéz erősnek maradni. Világgazdasági válság, energiaválság, infláció, háború, itt a szomszédságban nem tudjuk meddig tart, ezeket napról napra elmondjuk, ez most a narratíva, ezt tudjuk, hogy itt van. És azért még nem tudjuk, hogy itt a rezsijárak, meg a mi egymás miatt a gyakorlati életünk hogy fog kinézni. Például anyagi szempontból a következő hónapokban, tehát itt azért, ha valamikor kell segítség, akkor most kell segítség. Hogy tudtok segíteni? Mindig azoknak a legnehezebb egy ilyen krízishelyzet, akik már eleve nehezebb helyzetből indultak el. Tehát amikor az ember a 10-ről lemegy az 5-re, az egy nehéz dolog. De amikor a 0-ról megy le 5-tel, az már bizony a mínusz. És az nagyon nehéz megoldani. Tehát részben, amit már a korábbi években is nagyon intenzíven csináltunk, tehát az élelmiszercsomagok, azok az adományok, amik nagyon közvetlen módon tudnak segíteni. Gyakorlatilag folyamatosan próbáljuk azokat a kapcsolatokat építeni. Én azt gondolom, hogy inkább több, mint kevesebb sikerrel, ahonnan mi is kaphatunk, hiszen mi akkor tudunk továbbadni, hogyha kapunk másoktól is olyan segítséget, olyan adományokat. De a másik része pedig az, ami nem ez a talán kézzel fogható segítség, ami egy adott élethelyzetben segítséget nyújt. Például az, hogy olyan lelki segítség, pszichológusokkal, szakértőkkel, szakemberekkel, akik segítenek abban, hogy hogyan tudnak talpra állni a szülők, hiszen csak akkor tudnak tovább lépni, ha talpra álltak. Azok a jogi segítségek, az a munkavállalási segítség, a különböző olyan típusú, akár rendezvények, akár események, amik abban segítenek, hogy egy kicsit a család ki tudjon jönni ezekből a nehéz mindennapokból, legalább csak néhány napra. Az, hogy nyáron 2700-an nyaraltak, táboroztak velünk, ez a 2700 ember, szülő és gyerek egy kicsit máshogy vágott neki a szeptemberi iskola kezdésnek, mint ahogy szeptemberben az iskola kezdéssel is igyekeztünk minél több embernek segíteni. Ezek mind olyan dolgok, amik nem talán nem a hűtőszekrényt vagy a pénztárcát segítik csak, hanem egy kicsit azt a lelki erőt, amitől az emberek állva tudnak maradni, hiszen a gyakorlati dolgokat akkor tudjuk megoldani, hogyha mi magunk meg vagyunk erősítve. Itt azért most már mindjárt beköszönt az október, tehát jövő héten már, én már 3-án hétfőn köszöntöm a nézőket. Az egyszülős központban mire fektetitek a hangsúlyt itt az őszi szezonban? Októberbe köszöntével mi lesz a fókuszban nálatok? Az eddigi korábbi szolgáltatások mellett szeretnénk egy kicsit pont az egészségre, a lelki és testi egészségre, az önértékelésre, az önbizalomra helyezni a hangsúlyt. Tehát, hogy minél több olyan programot tudjunk elindítani, ami például a mozgáshoz, a sportoláshoz kapcsolódik, hiszen ezek nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy a szülők, a gyerekek egy kicsit erősebben, fizikailag is, és ettől lelkileg is erősebben tudjanak ezen a egyébként nagyon beteges időszakon keresztül jutni, amit most is élünk, tehát a megfázásokkal, a betegségekkel, és azért ez néha pont a lelki egészséghez köthető. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Az egyszülős központ segítségéért hová lehet fordulni, hol lehet benneteket elérni? Fizikailag két helyen vagyunk jelen, az egyik a 8. kerület Üllői út 30,
ami a Pesti Egyszülős Központ, a másik pedig a Déli pályaudvar mellett a Magyar Jakubinusok tere 1, ami a Budai Egyszülős Központ. És egyébként pedig a legegyszerűbb az az egyszülő.hu, a weboldal, ahonnan bármerre el lehet indulni. Nagy Anna, köszönöm, hogy beszélgethettünk, és szeretettel várunk benneteket ide vissza. Októberhez sok erőt kívánok. Remélem, sokan lesznek a rendezvényeken. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.